Jó estét kívánok mindenkinek! Héder Tamás vagyok, a önkormányzatnál a megbízott település üzemeltetési vezető. Ez egy, úgy értesültem, hogy ez egy új blokk a falugyűlések történetében. Eddig nem volt külön település üzemeltetési blokk. Úgyhogy a mostani előadásomban igazából egy áttekintést szeretnék nyújtani, hogy hogy is állunk föl, hogy is működik ez a dolog. A kép az elég vegyes, vannak benne jó és kevésbé jó dolgok is. Én ez év márciusban kerültem az önkormányzathoz, mint kertész, és szeptemberben történt egy átalakítás a település üzemeltetés területén, és polgármester úr fölkért, hogy a teljes üzemeltetés vezetését, szervezését vegyem át. Hát a siker, amiről be tudok számolni, így az átalakítások folyamán, hogy még létezik és működik az üzemeltetés. Én ezt komoly sikerélményként élem meg, ez a változás. Ez talán még a polgármester úr se tudta, de itt 19-re lapot húztunk, és még nem tudjuk, hogy meg lesz-e a 21. Hogy milyen területeket fed le az üzemeltetés? Az egésznek a gerincét a zöld felület gazdálkodás, a közterületi zöld felület gazdálkodás adja. Ez főleg azért is van így, mert én kertész vagyok, és ezt a profilt viszem, illetve ez egy látványos és elég sok pozitív visszajelzést kapó terület. Ezen a területen az eszközálló ellátottságunk nagyon jónak mondható. Ezzel a versenyszférában is gond nélkül megállnánk a helyünket. Erre komoly forrásokat áldozott az önkormányzat ebbe az évbe. Több mint 3 millió forint került elköltésre, eszközbeszerzésre. Hozzánk tartozik az útkarbantartás, népszerűtlen terület a faluban. Ezt tudni kell, hogy itt több mint 20 km belterületi közút van, a főút kivételével, illetve a Hajó utca is úgy tudom, hogy megyei út. Az összes az önkormányzathoz tartozik. Tudjuk, hogy milyen állapotban van, és az a baj, hogy a utak nagy részét kátyúzgatjuk, de gyakorlatilag a teljes útfelújítás lenne a megoldás. Itt az eszközellátottságra azt mondanám, hogy én meglepődtem, hogy milyen profi felszerelése van az önkormányzatnak ezekhez a munkákhoz. Úgyhogy eszközben jól állunk, szakértelemben, mivel még nem próbáltuk ki magunkat ezen a területen, még nem tudom. És ide tartozik a vízelvezető rendszer, ami létezik, ennek a karbantartása, tisztítása, ez megtörtént a téli időszak előtt. Ami még hozzánk tartozik, a különböző önkormányzati és civil rendezvények háttérbiztosítása. Ami az önkormányzat kezelésében van, ez egy mobil színpad. Ez nagy érték, de föl kéne újítani, mert olyan állapotban van, hogy tánccsoportnak már nem szívesen adnánk oda. Vannak a önkormányzatnak székek, néhány sörpadja, amit mi kezelünk, rendezvényekre mi telepítjük ki, illetve van rendezvénysátor, amit az egyházközségtől kapunk kölcsön, illetve sörpadokat is onnan szoktunk kölcsön kapni. Itt azért célja az önkormányzatnak, hogy a infrastruktúrába minél önállóbbak legyünk, ne kelljen kölcsön kérni innen-onnan. Köztisztaság. Ebbe egy komoly eredmény, hogy jövő héten végre az összes busz megállóban lesz kuka. Most már csak egyet kell kihelyeznünk, és a lefedettség meg lesz. Hiányoznak még szemetesek a falu különböző pontjairól. Ebbe komoly ideológiai viták vannak, hogy kell vagy nem kell. Én remélem, hogy lesz. Van egy nagyon komoly seprőgépünk, úgy tudom, hogy Lajtenbachból keveredett ide. Ha tudunk rá embert ültetni, akkor az a belső utaknál nagy segítség.
és itt kiemelném a Fehér Ibolya kolléganőm munkáját, aki úgy gondolom, hogy mindenki megelégedettségére nap mint nap a főút belső részén végigmegy és összeszedi a szemetet, illetve tisztán tartja a buszmegállókat. Úgy tekintsünk rá, ha ő nem lenne, minket itt két hét alatt megenne a szemét. Téli síkosságmentesítés alvállalkozókkal történik. Amire az önkormányzatnak eszköze és erőforrása van, az a kézi síkosságmentesítés, templomlépcső, meg a meredek utcák. Illetve beszerzésre került egy fűnyíró traktor, amit most már átszereltünk téli üzemmódba, kapott egy tolólapot, úgyhogy kis cukiköz, általános iskola, óvoda környéke ezt a önkormányzat meg tudja, el tudja végezni a síkosságmentesítést. Az alvállalkozónk ugye a Szabó Kálmán, én úgy gondolom, hogy a lelkesedésével, a hozzáállásával nincs baj. Amit szeretnénk kérni a lakosságtól újra és újra, hogyha leesik a hó, a közterületi parkolással ne akadályozzák a hókotró munkáját. Mert főleg a Szűkhegyi utcákban ebből komoly problémák vannak. Ha lenne rá lehetőség, én azon a állásponton vagyok, hogy kőkeményen büntessük, aki akadályozza a munkát, erre nincs lehetőség, kérjük a lakosság belátását és együttműködését. Ami még a üzemeltetéshez tartozik, hát én úgy írtam, hogy műszaki középvezetés, amik bejönnek az önkormányzathoz problémák, műszaki jellegű dolgok, ugye a szakmai részét, a állásfoglalást ugye azt tőlünk várják, és mi ebbe igyekszünk partnerek lenni a önkormányzat felé. Van egy kiváló kolléganőnk a hivatalban, vele szoktuk ezeket az árajánlatokat összerakni, meg lemenedzselni ezeket a dolgokat. Kicsit bővebben beszélnék a zöld felület gondozásról. Ez ugye idei év márciusban indult be. Fölsorolom röviden, hogy mely területeket érinti. Ugye ez a 11-es főút táblától tábláig, gyakorlatilag a Bányahídtól a Gondűzőig. Ez két hetentei kaszálás, illetve a belső területeken sövényírás és burkolattakarítás is. Ez érinti a 11-es főútról nyíló bekötőutaknak a torkolati részét, a kerékpárút mindkét oldalát, leszámítva a strandot, mert azt a Mikusék kaszálják, illetve a Pékség környékét, mert azt a Heimsütőde finanszírozza, köszönjük szépen. A falu magja, Hegyalja út, Peksi, Plébánia utca, Sövény utca, Szent Donát utca, ez a terület is kap két hetente kaszálást, csövényírást, burkolattakarítást. Hogy miért ezek a területek, jogosan várná el a Táncsics Mihály utcai lakó, hogy oda is menjünk kaszálni, vagy a Szurdikba. Erre van kapacitásunk, és ezek azok a területek, amik a átmenő forgalom számára is szem előtt vannak. Úgyhogy erre nem úgy kell tekinteni, mint egy lakossági szolgáltatásra, hanem inkább mint település marketing. Én azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk rá, hogy így néz ki Dunabogdánya, hogy ilyen intenzív zöldfelület gazdálkodás talán most indul be Szentendrén, talán most zárkózik föl Óbuda, szóval ezt így kell nézni, hogy nem sok, és nálunk lényegesen gazdagabb önkormányzatoknál vannak hasonló szinten. Elkezdtük a főút belső részének a utcakép átalakítását. Gondolom föltűnt sokaknak, hogy új virágágyásokkal gazdagodtunk. Ezt a Guprod Marcsi, a Virágos Marcsi szép érzékének és munkájának köszönhetjük. És persze a önkormányzatnak, hogy biztosította az anyagi keretet hozzá. Még néhány ágyás lesz, ami jövő év tavaszán elkészül. És ezzel úgy gondolom, hogy ízléses és szép lesz a főútunk.
Folytatjuk a fák cseréjét, az előregedett és elhalt juharfákat kicseréljük gömbkörisekre. Ez elmű ajánlás, ugye vezeték alá nem lehet csak olyan fákat ültetni, amit a elmű jóvá hagy. Ők a gömbkörist hagyták jóvá Dunabogdányban, úgyhogy erre a fajtára cseréljük a fákat. Lesznek még sövény eltávolítások, amik a parkolást, közlekedést gátolják, sövények kivágásra kerülnek. Természetesen ott lakókkal minden esetben fölveszük a kapcsolatot és egyeztetünk, hogy ebből ne legyen konfliktus, hogy valakinek kivágjuk a bokrát és miért vágjuk ki. Úgyhogy ahol átalakítás lesz, ott mind fölveszük a kapcsolatot a ingatlan tulajdonosával, hogy ebből ne legyen sértődés és harag. Illetve fölmerült egy ötlet, és ez szerintem jó ötlet és támogatandó, hogy a főúton alakítanánk ki gyepes részeket, ahol bogdányi faragott kő, kapu, préskő, amit tudunk, mindegy kiállítanánk, mert nagyon büszkék lehetünk a tárgyi kultúránkra, örökségünkre, és ez egy jó alkalom lenne, hogy a átutazók lássák ezt az értéket. Ami még az üzemeltetéshez tartozik, a telephelyeink. Ugye jelenleg az önkormányzat udvarán van a központi telephelyünk, innen minél jobban szeretnénk kivonulni. A József Attila utcában van egy telephelyünk, ebből raktárbázist szeretnénk kialakítani, mert minden intézménynél, így az önkormányzatnál is komoly raktározási hiányosságok vannak. Illetve a Kiscuki köz végén van egy önkormányzati terület, ezt most kezdjük kitakarítani, keressük a funkciót, valószínű a nagyobb gépjárműveink lesznek itt elhelyezve. Amik intézmények hozzánk tartoznak, az önkormányzat és az orvosi rendelő teljes egészében. A művelődési háznál a kertfenntartást végezzük, illetve ami megkeresés érkezik, mindenbe igyekszünk segíteni. A múzeum, mint önkormányzati intézmény, ugye itt ez a kertbarátok kezelésében van, igyekszünk partnerként, amiben tudunk segíteni. Ugye az óvoda saját hatáskörbe megoldja az üzemeltetést, itt szintén amiben kell és tudunk, szívesen segítünk. Hát ahogy így végignézzük ezt a listát és ennek a volumenét, itt jön a problémánk. Erre ketten vagyunk, erre a feladat tömegre. És ez látható, hogy ennél kisebb intézményekben is nagyobb létszámú üzemeltetés szokott lenni, nem hogy egy 3000-es falu, nem tudom hány intézménnyel és mennyi közterülettel. Az eszközellátottságunk, mondom, még megfelelő lenne, de hiába van egy több millió forintos seprőgépünk, ha nincs kit ráültetni, hogy menjen vele napi 2 órát. Hiába van az aszfaltozáshoz, meg minden műszaki felszerelésünk, egyszerűen nem győzzük. Ebből vannak azok a problémák, hogy futunk a feladatok után. Az, hogy még működik ez a dolog, ezen néha én is csodálkozok. Természetesen a polgármester úrtól, a önkormányzattól minden támogatást megkapunk, amit tudnak biztosítani. Igazából ez nem is panaszkodás, egy átfogó képet akartam adni, hogy milyen feladattömeg van, és ehhez milyen erőforrásaink vannak. Tótfalun 12 fő végzi a település üzemeltetést. Visegrád, ami egy sokkal kisebb település, ott is 8-10 fő van. Úgyhogy mi igyekszünk helytállni, a lelkesedésünk megvan, sok dologhoz a szakértelmünk is megvan, így állunk most. Amit szeretnék még kérni a lakosság felé, ugye
A lakosságnak, a üzemeltetésnek, a önkormányzatnak közös az érdeke, szeretnénk, ha ez egy jól működő település lenne. Mi partnerként tekintünk a lakosságra, szeretném, ha ugye rálátásunk nem lehet mindenre, nyugodtan keressenek minket, egész nap járjuk az utcákat, meg lehet minket állítani, föl lehet minket hívni telefonon, el lehet mondani a problémákat, igyekszünk mindenre reagálni, megoldani a dolgokat, úgyhogy amit szeretnék kérni, hogy keressük egymást, kommunikáljunk egymással. Nagyjából ennyit szerettem volna.